Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a színpadra szólítsam a díjátadáshoz, hiszen most fogjuk kiosztani a díjakat. Lőrinc Györgyöt, a Szentendrei Teátrum igazgatóját, a produkció kreatív producerét. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, szerintem foglaljanak helyet, mert még egy nagyon ünnepélyes pillanatnak lehetnek a tanúi, és bennem is előtört egy-két személyes emlék az ültetéssel kapcsolatban, mert én is szerencsés lehettem, hogy az itt álló bihari együttes tagjaként én is benne lehettem az István a király ős bemutatójára, és akkor az jutott eszembe, hogy Szegeden annyira nem volt hely, hogy mi a nézőtérről jöttünk be táncosok, és már azt találtuk ki, hogy ugyanolyan ruhába beöltöztettük az ismerőseinket, és velünk együtt bejöttek, és úgy ültek le utána, úgyhogy ez ma is megtörtént, és polgármester urat, Fülöp Zsoltot, aki itt van ma este velünk, arra kérem, hogy ne haragudjon nagyon, ha a polgármesteri székébe is nézők ülnek, mert szerintem azt is lehoztuk az önkormányzattól. És szeretettel köszönjük polgármester úr, hogy kicseri azt, hogy a tudatom. És még egy dolog, ami az István a király generációkon átívelő sorsát és sikerét mutatja, és nem bírom ki, hogy ezt a, ha már ilyen családiasan vagyunk, ezt a személyes vonalat nem mondjam el, hogy itt ül a nézőtéren az én akkori előadásomban szereplő partnerem, Andrássik Piroska, akit azért szeretnék bemutatni, mert az a fantasztikus